Tavaly óta gyűlik a műanyag hulladék a Tamási buszpálya udvarnál. Egy cég azt tervezte, hogy az Olaszországból behozott szemetet majd újra hasznosítják, ebből viszont semmi nem lett. Az ügy miatt előbb a város önkormányzata, majd a kormányhivatal kezdeményezett eljárást a vállalkozás ellen. Az engedély azt tartalmazta, hogy idehozza ezt a szemetet, és utána egy különböző technológia segítségével ezt feldolgozza, és úgymond hasznos anyaggá alakítja, tehát a újrahasznosított hulladékról beszél az engedély, a folyamatlánc is megvolt, tehát minden rendelkezésre álló dokumentum megvolt ehhez, csak hát ugye odáig nem jutott el a cég, pusztán csak a beszállításig. A főként PET palackokat tartalmazó bálák ugyan nem számítanak veszélyes hulladéknak, ettől függetlenül az elszállításukat és ártalmatlanításukat minél előbb meg kell oldani. Most ez a folyamat kezdődhet meg, jelentette be a helyszínen Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Nekünk csak törvényes úton van módunk megoldani a problémát, és itt közbeszerzéstől határidők főszólítása, határidő, tegye meg a vállalat kötet, annak megvárni a jogi határa, tehát ezek vitték az időt, de hál' Istennek ez 6-ával most már minden határidő jár, 5-én a végleges szerződés aláírható, és akkor 6-ával kezdődhet a munka. Vagyis április első hetének közepén elkezdik a szeméthalmok felszámolását. A terv pedig az, hogy az így keletkező költségeket ráterhelik majd a hulladékot behozó vállalkozásra. Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős államtitkára azt mondja, a kormányzat az elmúlt években több mint 8 milliárd forintot költött csak az illegális hulladék felszámolására. Ebből a pénzből 300 ezer tonna szemetet tudtak ártalmatlanítani. A másik probléma az az újratermelődés problémája. Az a baj, hogy sokan azt látják, hogy valaki elviszi a hulladékot, akkor oda kihordja, mert hát akkor majd valaki úgyis el fogja vinni. És ezt szeretnénk ezen változtatni, és hát már elkezdtük azt tervezni, hogy hogyan lehetne a szankcionálási rendszert sokkal szigorúbbá tenni, hogy tényleg legyen elrettentő értelme is a büntetéseknek a mértékének. A rengeteg hulladék elszállítását és feldolgozását tehát most az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy erre a célra fenntartott alapjából kell finanszírozni. A cél viszont, hogy a költségeket behajtsák majd a behozatalt intéző cégem.